Jó estét kívánok, ahogy azt a híradóban megígértük, a köztérben közlekedéssel, Székesfehérvár közlekedésével foglalkozunk egy kicsikét. Kizé Edvárd, a rendőrség szóvivője a vendégünk a stúdióban. Hogy mi az apropó, talán azt hiszem, hogy elsősorban az az apropó, hogy elkezdődik a turisztikai szezon. Nagyon sokan jönnek hozzánk ebbe az időszakba. Mi magunk se ismerjük Székesfehérvár közlekedését sok esetben, hiszen megváltoztak a kereszteződéseknek a forgalmi rendjei. Az, aki idegenként jön, az pedig eleve idegenként találkozik a közlekedés rendészettel, illetve a közlekedés rendjével. Köszönöm szépen, hogy elfogadta szóvivő úr a meghívásunkat. Én először talán mielőtt még elkezdenénk a bejátszásokat megmutatni, és konkrét kereszteződéseket néznénk meg, megkérdezném, hogy ön szerint Székesfehérvár egy közlekedés szempontjából egy biztonságos városnak mondható, terhelt városnak mondható, milyen minőséget lehetne adni, minősítést lehetne adni Székesfehérvárnak, hogy lehetne összefoglalni, elsősorban a szakember szemszögéből. Estét kívánok, és köszöntöm a kedves televízió nézőket is. Ugye maga a város, mikor kiépült, nyilván elkészítették ehhez az utakat is, és ezeknek az utaknak van egy áteresztő képessége. Ugye ezt az áteresztő képesség, hogy mennyi jármű tud azon aránylag, nyilván a szabályos kereteken belül, mennyi jármű tud átengedni egy-egy útszakasz. Én azt gondolom, 10 éve lakom körülbelül Székesfehérváron, és a saját tapasztalatom is, nyilván a rendőrségi munkám mellett, hogy a járműforgalom, nyilván a járművek száma is bőségesen meggyarapodott ezekben az években, amiket én is tapasztaltam, amikor ide költöztem, gyakorlatilag én azt tapasztaltam, hogy a nap bármely szakába kényelmesen lehetett közlekedni A-ból B-be. Ugye az ott eltett kb. 10 év, és ugye tapasztalom én is, nyilván mint minden más közlekedő, hiszen én is közlekedek a városba, hogy ugye a reggeli csúcsforgalom, illetve a délutáni csúcsforgalom már komoly gondokat is tud okozni. Ugye ez jellemzően az utak áteresztő képességével van összefüggésbe, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy Székesfehérvár vonatkozásában igazából a közlekedés biztonságot kiemelve, én azt gondolom, hogy egy mérsékelt állapotról lehet beszámolni. Lényegében, hogyha valaki nagyon akar, és el akar jutni időre A-ból B-be, az akár a kis kerülőutakon ezt meg tudja tenni. Nyilván felméri a helyzetet, tudja, hogy mikor, főleg, hogyha ismeri a városi közlekedést, tudja, hogy mikor induljon el ahhoz, hogy oda el tudjon jutni, ahova szeretne jutni, és azért extrém dolgok nagyon ritkán történnek. A forgalom növekedés egyébként betudható annak, hogy a főváros és Balaton között vagyunk félúton, bár ezt nyilván ezt a terhet elveszi azért a hetes út, az M7-es út, de itt van mindjárt szomszédságunkban vele Velencei tó is, amelyik népszerű üdülőhely, sőt egyre népszerűbb üdülőhely, és a Velencei tóhoz legközelebb mégiscsak Székesfehérvár van, tehát hogyha onnan az üdülők valahova be akarnak ugrani egy városi környezetbe, akkor azok mi vagyunk Székesfehérvár. Ez azért terheli a város forgalmát. Ez így van, minden bizonnyal így van, azonban én kiemelném azt, hogy ugye a város körül megépített elkerülő út azért nagyon hasznos ilyen szempontból, mert hogyha valaki, ahogy mondja is, a Velencei tóról szeretne, nyilván, hogyha kultúrára vágyik, akkor be fog jönni a városba, be fog jönni a belvárosba, de hogyha csak vásárolni szeretne, vagy feltölteni a készleteit mondjuk nyaralás közben, akkor viszont ő ezt megteheti, ugye az elkerülőn, ott vannak a nagy hipermarketek, és ott ezt meg tudja oldani. Így van, bár mondjuk ez az északi, észak-nyugati rész, ahonnan a Velencei tó felől bejöhetnek a turisták, de ezen a részen, hát én nem mondom még azt, hogy az elkerülő az biztonsággal elkerüli a lakott területet, hiszen a Kadocsa utca az átmegy a lakott területes között, illetve lakott területes övezetben is, de már az északi, észak-keleti elkerülő az igen, az már mondható, hogy az valóban egy elkerülő út, hiszen nem érinti a várost. Így van. Viszont véleményem és tapasztalatom szerint ez a rész, ez nem szokott bedugulni, vagy ott azért nem szokott annyira feltorlódni a forgalom. A Székesfehérvárra gyakorlatilag inkább a Balatoni út felől, a Széchenyi út felől, a Sárkeresztúri úton, ott szoktak inkább kialakulni ugye a be- és kijövő forgalom által nagyobb torlódások. A Budai útra, a Kadocsára, az elkerülőre ez azért nem jellemző. Bár azt hiszem igaza van, igen, valóban, hiszen a Balaton felől, hogyha jövünk a Balatoni úton, hogyha jövünk, az olyannyira keskeny keresztmetszet, hogy máshol nem is lehet haladni. Csak a Balatoni úton tudunk jönni, van egy olyan rész, amikor a vasutak fölött három vasutak
vasúti sín fölött jön át az út, és ott, hogyha a fele felé teszik, másfelé nem tudunk menekülni, csak abba az irányba, és ott azért rendesen be tud dugulni. Igen. Igaz? Na nézzük akkor a mi kis kereszteződéseinket, amiket mi magunk válogattuk ki. Először a Horváth István utca és a Prohászka Ottokár utcának a kereszteződésében szeretnénk betekinteni. Kolléganőm kint volt, és csináltak egy kis felvételt a Megyeri Zoltán operatőrrel. Szűcs Molnár Diana volt kint. Nézzük csak, hogy ott milyen problémát, illetve mi az, amit láttunk közlekedési szempontból. Jelentős forgalom van a belváros, valamint a Széchenyi út irányába. Talán ezért tereltek két sávot is a Széchenyi utca irányába. Ezzel a balra kanyarodás lehetősége is megnő, de a Horváth István utcai szakasz ezt nem tudja kezelni, és feltorlódnak az autók. Következőt mondta a kolléganőm, amiről szó volt, talán ebben a rövid bejátszásban nem volt érzékelhető, de az autók mozgásából jól látszott, hogy a vasútállomás felől az autók, amik jönnek a Prohászka templom mögül, két sávban fordulhatnak egyszerre balra. Ennek a forgalma elég jelentős egyébként, hiszen a Széchenyi út felől a 62-es út forgalmát hozzák be a belvárosba. Ez a jelentősnek mondható forgalom, ez egyszerre két sávon megy balra, de ahova rákanyarodik balra a Horváth István utcánon, ott viszont nagyon rövid az a szakasz, amelyik eléri a Széchenyi úti kereszteződést, és ezen a rövid szakaszon föl tudnak torlódni a járművek, és amikor ennek a, amire az előbb beszéltünk, Prohászka mögül jövő kettős balra kanyarodó sávnak vége van a zöld lámpás részének. A mostani felvétel, amit egyik az előbb láthattunk, a kolléganőm azt ma délután 13:30-kor csinálta, és már csinálták, és már 13:30-kor a ráeresztett Horváth István utcai forgalom azonnal bedugult, nem tudott tovább menni. Szerencsése az egy ilyenfajta kereszteződésnél, hogy egyszerre két sávot küldjünk el balra egy rövid szakaszra. Alapvetően ezt a Prohászka kereszteződés és a Széchenyi kereszteződés én mindenképpen együtt kezelném. Pontosan azért, amit mondott, hogy ugye, hogy nagyon rövid az a szakasz, amíg a járművel közlekedő eljut a következő lámpás kereszteződésig. Itt is ugye gyakorlatilag a járműforgalom és az utak áteresztő képességéről van szó, de emellett, ami ott egy gyakori hiba szokott lenni, vagyis hát hibának nem felrúható, de mindenképpen gyorsítaná a közlekedést, az az, hogy ugye gyakorlatilag, amikor bekanyarodnak a Prohászkáról rá a Horváth Istvánra, akkor ugye van két sáv, ami utána elmegy balra, két sáv tud egyenesen menni, illetve a jobbra is le lehet kanyarodni az egyik egyenes sávból. Na most ez a legszélső, ez a jobbra kanyarodó, ahol kisívben lehet ugye rámenni a Széchenyi útra, igen, ott lehet egyenesen is menni. Kétségkívül, hogyha átér a kereszteződésen, rövid utána időn belül be kell sorolni. Vissza kell jönni balra. Azonban ez a sáv szinte mindig üresen szokott állni. Ezt az autósok nem használják ki. Pedig annak is lehetne egy forgalomgyorsító eredménye, hogyha használnák ezt a sávot, és nyilván ott, ahogy átérnek a kereszteződés, és jön a besorolás, a cipzár elvet használva tudnák valamilyen szinten gyorsítani a forgalmat. Akkor ez egy kicsikét a mi közlekedés kultúránknak a fogyatékosságát is jelenti? Tehát, hogy mi autósok esetleg nem, egy sávot kiszúrtunk, azon igen, megyünk, aztán nem szállunk le róla. Igen, valószínűleg ugye kevesebb manővert kell beletenni, félünk attól, hogy vajon be fognak-e engedni, de ugye a közlekedés pont erről szól. A toleranciáról figyeljünk oda egymásra, nyilván együtt közlekedünk, akkor egymásra figyelve tudjuk ezeket a dolgokat legjobban megoldani. Illetve amit mi kiemelnénk a Prohászka kereszteződéssel kapcsolatban, de ezt talán mindegyik érintett kereszteződéssel kapcsolatban ki lehetne emelni, hogy ugye a járművek úgy, némelyik jármű úgy hagy be a kereszteződésbe, hogy nem tud besorolni szabályosan, és gyakorlatilag a kereszteződés közepén állnak meg, vagy állnak meg. Ugye ez további torlódáshoz vezet, mert mikor a keresztbe érkező autók megkapják a zöldjelzést, ők sem tudnak elmenni. De nyilván elindulnak, mert ők úgy érzik, hogy hát majd sikerülni fog, és gyakorlatilag ezekből a dolgokból alakulnak ki a torlódások,
Nyilván jobb esetben csak torlódások, akkor nem történik veszekedés. Vagy, és egyszerre több irányból dugul be a forgalom. Így van. Szóval mindenképpen fontos ez egy városi közlekedésben kifejezetten. Figyeljünk arra, hogy be tudjuk-e fejezni azt a manővert. Ne menjünk bele a zöldbe, hiába mutat zöldet a jelzőlámpa, hogyha nem tudok bekanyarodni szabályosan és biztonságosan abba a sávba, ahova szeretnék besorolni. Ha beszorulok középre, akkor gyakorlatilag megakasztom az egész forgalmat. Igen, nézzünk csak meg egy kis animációt. A Prohászka 2 nevű fájt, hogyha elindítja a kollégám, Bauer Tibor, aki odakint a képkeverőnél van, akkor, és ha kérem, akkor majd állítsa meg. Ugye innen jövünk a Prohászka mögül, és itt állítsuk meg egy picit, köszönöm szépen. Ugye itt két sáv kanyarodik, ebből az egyik kanyarodó sávot látjuk most, ez az, amelyik a belső sávból érkezik, és a belső sávból is indul. Indítsuk tovább a bejátszást, hogyha kérhetem. Ugye ez lesz az egyik ilyen sáv, és ezzel párhuzamosan ott jön a másik ilyen sáv, itt állítsuk meg egy kicsikét. Köszönöm. Ugye a külső sávban balra is lehet kanyarodni, egyenesen is lehet menni, és jobbra is el lehet fordulni. Viszont a két balra kanyarodó, a kék és a pirosat, ha nézzük, nagyon gyakori hiba, legalábbis én úgy láttam, hogy a belső sávban haladók ellenállhatatlan vágyat éreznek, hogy amikor balra bekanyarodnak, ott egyből kimenjenek a külső sávba. Viszont ha egyből kimennek, ott előfordulhat a koccanás. Nem tudom, hogy ebbe a keresztet, még itt tartsuk majd ezt a képet, hogy ebbe a kereszteződésbe milyen gyakoriak a koccanások. Nyilván nagyobb balesetet azért nem feltételezek, de koccanás azért igen. Itt utoljára egy nagyobb baleset, ugye tavaly nyáron volt. Koccanások vannak. Ugye ezek jellemzően nem feltétlenül igényelnek rendőri intézkedést. Ugye rendőri intézkedésre akkor van szükség, hogyha személyi sérülés is van, vagy esetleg nem tudnak megegyezni a felek. Szóval ilyen szempontból ilyen adatot, pontos adatot nem tudok közölni. Azonban nyilván azt észreveszünk, hogyha koccanás van, mármint hogy akkor általában azért oda szükség van rendőri irányításra is, karos irányításra, hiszen egy ilyen koccanás azért nagyon komoly torlódásokat tud okozni. Így van. Játsszuk tovább még ezt a filmet, amiről az előbb beszéltünk, hogy ha ezek az autók bejönnek a Horváth István utcára, balra kanyarodva, akkor megjelenik, ezután lesz zöld ennek a sávnak, amely a Horváth István utcáról érkezik. Állítsuk meg. És ez a forgalom megy rá arra a forgalomra, amiről az előbb is beszéltünk. Helyes-e az a gondolat, vagy esetleg lehet, hogy be is kéne festeni a kereszteződések ezt a részét, amit az imént említett, hogy pont azért, hogy ezt a forgalmat is tudja fogadni valahogy, a Prohászka felől már ne menjenek be azok, akik látják, hogy úgysem fognak átjutni a kereszteződésen. Így van, természetesen. Igaz? Ez fontos lenne mindannyiunk érdekében. Jó, köszönöm szépen, akkor a bejátszásnak itt vége van, jöhetünk vissza. Következő kereszteződésünk az Icsi-liget. Egyébként azt hiszem, hogy ez a város több területén mostanában megjelentek ezek a külső sávok, ahol egyszerre három helyre lehet menni. Ez az Icsi-ligetnél is előfordul. Akkor nézzük is meg a következő bejátszásunkat, amely az Icsi-liget 1-ről szól, az 1-es bejátszásunkat az Icsi-ligetről, ahol kolléganők elmondja, hogy mi a probléma felvetés, és akkor beszéljük meg. Körült felől a külső sávban engedik a forgalmat, ezzel egy időben pedig a jobbra kanyarodókat is engedik. Jelen esetben itt a gyalogos okozhat torlódást. Nos, mielőtt még arról, amiről az előbb beszéltünk, hogy három felé megy egyetlen a sáv, először nézzük meg ezt, ahol a Várkörútról érkezők, akik Mór felé haladnak, mehetnek egyenesen, illetve a külső sávban is mehetnek jobbra a Berényi út felé. Szerencsése ez az állapot, hiszen a jobbra kanyarodó az óhatatlanul gyalogosra találkozni fog, mert egy időben indulnak el, viszont ez föltorlasztja a mögötte levő forgalmat, és egy várkörút, egy belvárosi út esetében én legalábbis úgy érzem, hogy szerencsésebb lenne, hogyha minél hamarabb kieresztenénk a belvárosból a forgalmat, és nem torlasztanánk. Úgy látom, hogyha úgyis csak egy sávba lehet érkezni a Icsi-liget felé, Mór felé, hogyha megyünk, akkor nem szerencsésebb ez a belső sávban csinálni, hiszen a balra kanyarod és az egyenesen haladót nem akadályozza semmi, folyamatosan tudnának menni.
Ez alapvetően forgalmi technikai kérdés. Nagyon jó szakemberei vannak a városnak, akik nyilván ezeket a dolgokat megtervezik. Rendőri szempontból, hát illetve általánosságban azért ez nagyon gyakori, hogy ugye a kisíva jobbra kanyarodó járművek általában találkoznak gyalogátkelő helyen, ahol egy zöld jelzésen ugye mehetnek át a gyalogosok. Türelmesnek kell lenni. Igazából most, hogyha nagyobb a forgalom a Várkörúton, ki kell várni, és nyilván a gyalogosoknak elsőbségük van ilyen szempontból, mivel kanyarodó járműről beszélünk, akkor gyakorlatilag megvárjuk, és utánuk elmegyünk. Lehetséges, hogy ez kicsit lassítja a forgalmat, viszont ez a fajta forgalmi technikai dolog, ez szinte mindenhol így van, és igazából ez egy bevett, jól működő dolog, hiszen szinte minden kereszteződést ez jellemzi. Nyilván én elsősorban azért is kérdeztem ezt, mert akkor addig, amíg nem változott meg az Icsi-liget forgalmi rendje, addig itt két sávban lehetett tovább menni a Móri út felé, most csak egy sávban lehet tovább menni. Ez azért van, mert ott újabb parkolókat alakítottak ki, ami szerintem jó is, hiszen a belváros közelében meg lehet állítani az autókat, le lehet tenni, és be lehet menni a belvárosba, az ilyen szempontból szerencsés. Én gondoltam arra, lehet, hogy ez szerint bután gondolom, hogy a belső sávból talán szerencsésebb lett volna, és a jobbra kanyarodókat külön engedni a saját sávjukba, és akkor a gyalogosoknak nyilván türelmesen átengedik őket. És biztos vagyok benne, hogy előtte volt egyfajta felmérés, ami alapján hozták meg ezt a döntést, de ez nem a rendőrség hatásköre. Inkább az Icsi-ligettel kapcsolatban én a másik részét emelném ki. Ugye ott van két bank is az Icsi-liget másik oldalán, ahol ugye szintén egy komolyabb forgalom szokott az uszodától kijönni a Mésző Géza utca felől. Igen, igen. Én inkább ezt a kereszteződést emelném ki, mert tapasztalataink szerint itt szokott inkább torlódás kialakulni, ami jellemzően tapasztalataink szerint abból adódik, hogy akik ki akarnak jönni az Icsi-liget felől, nyilván azok el akarják kerülni, hogy azt a lámpás kereszteződés, ráadásul ugye ott a bíróságnál nem is lehet balra kanyarodni, csak hogyha tovább jövünk, Ányaspál, és utána úgy hátra Mór felé. Általában azok az emberek jönnek arra, akik ezt a karikát nem akarják megcsinálni. Ott szokott inkább torlódás kialakulni, aminek mi úgy látjuk, hogy az az oka, hogy akik balra akarnak kanyarodni, nem húzódnak ki eléggé a felező vonal felé. Ezzel megakasztva a jobbra kisívben kívánok kanyarodni. Akik a lámpás kereszteződés felé szeretnének menni. Felé mennének a belváros irányába. És ott ez a fajta magatartás szokott torlódáshoz vezetni. Egyébként ez azt hiszem nagyon sok helyen előfordul, például mi nálunk a Szent Vendel utcában is, hogy az, aki balra akar kanyarodni, gátlás nélkül az út jobb oldalán áll meg, és onnan akar fordulni balra, ez valóban akadályozza. Ott egyébként, amit említ ebben a kereszteződésben, az Icsi-liget hátsó részénél a bankoknál, talán azt sem veszik észre az autósok, hogy amikor balra kanyarodnak, a jobbról érkezőknek abban az esetben elsőbséget természetesen kell adniuk, de ha a jobbról érkező egyenesen halad tovább, akkor az nem az ő érintett sávjába megy, tehát ő vele párhuzamosan ráfordulhat a Móri útra balra, hiszen az meg csak a külső sávot használhatja. Ezt egyébként szerintem elég jól rendezték el közlekedési szempontból. Igaz? Egyetértek ezzel persze. Na, nézzük akkor az Icsi-liget 2-t, azt a bizonyos szituációt, ahol három irányba lehet menni, immáron Mór felől, hogyha jövünk. Azt a bejátszást kérném. Felől a külső sávból érkezhetnek, illetve mehetnek jobbra-balra, illetve egyenesen. Ám de a belső sávból az autósok nagy része már a kereszteződésben szeretne a Szegfüggönyök utcába érkezni. Szűcs Molnár Diana mögött láthattuk is azt az autót egyébként, hál' Istennek a rendszámát azt nem, azt az autót, amely pont úgy fordult be balra, a külső, vagy a belső sávból indult el, de egyből szeretett volna a templom mögötti kis utcába befordulni, és még a kanyarodás be se fejezte, de már ment át a másik sávba. Viszont vele párhuzamosan jöhetett volna valaki Mór felől a külső sávból, aki ugyancsak balra kanyarodhatna, hasonló
a helyzet, mint ami Horváth István utcai kereszteződésnél is, amiről beszéltünk. Csak itt talán egy kicsikét lendületesebb a közlekedés, és nagyobb veszélyt okozhat. Így van, ez valóban így van, viszont itt maga a közlekedés dinamikája általában nem szokott problémákat okozni, mármint hogy dinamikusan tudják ezeket a manővereket végrehajtani a járművezetők, és azért itt torlódás nem jellemző. Sőt, itt az sem jellemző, hogy valaki beragadna egy kereszteződésről, ugye egy nagy területű kereszteződésről beszélünk. Itt jellemzően azért nagy problémák nem szoktak lenni rendőrségi szempontból. Uh-huh. Tehát akkor itt viszonylag könnyen át tudunk haladni, de azért nyilván figyeljünk arra, hogy ha a belső sávból indultunk, akkor belső sávba érkezzünk. Még akkor is, hogyha csak 50 méterünk van arra, hogy a következő kereszteződési jobbra szeretnénk menni. Így van, hiszen így a szabályos. Így van. És figyeljünk arra, hogy érkeznek-e velünk párhuzamosan. Lesz a harmadik bejászásunk az Icsi-ligetből, amelyik egy animáció ugyancsak. Számomra talán a változtatások között ez a leghajmeresztőbb. Annak idején, ahogy a forgalmi rendet megváltoztatták az Icsi-ligetbe, és mindjárt meg is kérdezem, hogy egyáltalán ez jó-e vagy nem jó. Kérem, hogy indítsuk el, mivel egy animációról van szó, ezért majd megpróbálom beszélni. Ott látszik középen a bíróság épülete. Aki innen érkezik, itt állítsuk majd meg, aki innen érkezik a Szegfi Gyula utcától a Berényi út felől, érkezik, őneki stop elsőbségadás kötelezettsége van a Móri útról érkezőknek és a Várkör útról érkezőkkel szemben. Engedjük tovább ezt a kis animációt, és talán akkor látni fogjuk, hogy az a másik út, aminek őnek elsőbséget kell adni, az onnan jön, itt állítsuk meg egy kicsit. Ez onnan jön, na most nem én szerintem, én ezt ma egész konkrétan beálltam a kereszteződés közepébe, az autósok nem kis örömére, ezt az érkező autókat már csak a kereszteződés majdnem kellős közepéből lehet látni. Hogyan tudnak az emberek itt biztonsággal elsőbséget adni? Gyakorlatilag akkor látják azt az autót, aminek elsőbséget kell adni, ha már bent vannak a kereszteződés közepében. Ugye alapvetően működik ott lámpa, mármint hogy 10 óráig. Így van. 10 óra után azért szerencsére annyira lecsökken a forgalom, illetve a kereszt lehetőséget ad arra, hogy miután megálltunk a stop tábla vonalába, vagy a felfestett vonal előtt, ezt követően addig kigurulhatunk, amíg meg tudunk róla biztonságosan győződni, hogy ugye az elsőbbrendű út, aminek elsőbséget kell adni, ott nem érkezik bármiféle egyéb jármű. És onnantól kezdve nyilván vagy megállunk, vagy folytatjuk az utat. Ezt egyébként el is tudom fogadni. Nekem ezzel a kereszteződéssel az a problémám, hogy addig be kell mennünk, ahol már egyébként egy esetleges ütközés bekövetkezhet, és csak onnan látjuk az érkező autót. Ez jogos egyébként, hogy akkor, amikor a közlekedési lámpa nem működik, abban az esetben okoz ez problémát. 10 óra után nem működik, de akkor lendületesebb is a forgalom. Tehát azok, akiknek elsőbségük van, azok az esetek többségével a városi szabályoknak megfelelő 50 km-es sebességgel jönnek be. Azok pillanatok alatt ott vannak a kereszteződés kellős közepén. Nem lett volna-e szerencsésebb megtartani azt a régi rendet? Nyilván azok, akik átalakították, azok arra gondoltak, hogy a Móri út forgalma nagyobb, az az erősebb, tehát az a főút ebben a helyzetben a Berényi úthoz képest. De nem lett volna szerencsésebb mégis azt mondani, hogy a Berényi út és a Szegfi Gyula utca legyen a fő útvonal, annak legyen elsőbsége, és a Móri út felől érkezők adják meg ezt az elsőséget, hiszen a Móri útról érkezve belátható a kereszteződés. Innen sohasem. Innen semmi nem látható be. A véletlenre van bízva. Átmegyek, vagy nem megyek át? Egy kicsikét én nekem az orosz rulettre hasonlít, hogy most pedig akkor én megpróbálok átmenni. Nyilván, ahogy mondtam, a forgalomszervezés komoly szakemberek végzik, biztos megvannak a megfelelő indokai. Rendőr szakmai szempontból elmondható, hogy hál' Istennek, hogyha orosz ruletnek is nevezzük ezt a dolgot, nem jellemzőek ebben a kereszteződésben a balesetek 10 óra után sem. Mm-hmm. Jó, köszönöm szépen akkor a bejátszást. Ha nem jellemzőek, akkor jó dolog. Én megmondom őszintén, hogy egy kicsikét ilyen hajmeresztre szoktam ebbe a kereszteződésbe bejönni, főleg ha Berényi úton akarok hazafelé menni. Akkor egy kicsikében, mondom, ilyen orosz rulett érzésem van, hogy akkor én most oda bemegyek középre, és egy kövérgázzal átmegyek. Hát, hogyha nem jön semmi, akkor szerencsém van, ha jött valami, akkor nincs szerencsém. Eddig megúsztam. Lehet, hogy mások is így vannak vele, és bízunk benne, hogy ez mindig így lesz. Körforgalom. Szeretünk-e mi körforgalmakba menni, illetve tudunk-e mi körforgalmakba menni? Én nekem megvan a saját véleményem, de vajon a szakértőnek mi a véleménye? Elég sok körforgalom van most már Székesfehérváron, értünk-e hozzá?
folyamatban van, én azt gondolom, hogy a tapasztalás és a tanulás. Ugye, hát talán szerencsének, nem szerencsének, nyilván ez is egy komoly szakmai döntés volt, de ugye gyakorlatilag a körforgalmak azok egysávúak mind. Mármint, hogy nincsen lehetőség abban a párhuzamos közlekedés. Ugye volt egy ilyen régebben, kint a Seregélyes úton, igen, de már azt is ugye leszűkítették egy sávra, szóval nincs arra lehetőség, hogy két autó párhuzamosan haladjon a körforgalomba. Nyilván ez az egyszerűbb megoldás, ott már tényleg azért jobban oda kell figyelni. Maga a körforgalom az egy nagyon jó működő dolog lehet. Nyilván a kereszteződéseket gyakorlatilag lámpás irányítás nélkül, ugye a forgalom saját maga által szabályozva, nagyon gyorsan mindenki el tud jutni abba az irányba, amerre szeretne. Nyilván vannak, akik ezt jobban tudják használni, vannak, akik kevésbé tudják jobban használni. Ami ugye sok nagy vízhangot keltett, amikor a Királysoron hoztak létre egy körforgalmat, ami tapasztalatunk, ez egy nagyon jó megoldás volt. Ugye magának a körforgalomnak a kiképzése, az talán ugye általában azt szoktuk meg, hogy középen ott van valami, ami felhívja még. Ki kell kerülni. Nyilván emellett ki van táblázva is, és egy keresztből vizsgázott járművezetőnek ezt tudnia kell, hogy mit jelent az a tábla, és hogy kell ott viselkedni. De itt ugye ez hiányzik, itt ez nincsen meg, talán ezért okozhat némelyik járművezetőbe ez problémát, hogy nem tudja, hogy pontosan, hogy milyen közlekedési szituációba kerül. Akkor a körforgalom 3-as fájt, azt megkérjük a kollégáimtól, hogy játsszák be, hiszen erről beszélt most szakértőnk is. Ez az 1-es, hanem a körforgalom 3-asat kérném szépen. Az olyan körforgalomban, amelyekben a körforgalom szabályai érvényesek, de egyes közlekedők, mint az autóbuszok nem tudják teljesíteni, zavart okozhatnak a közlekedésben. Mint ahogy azt ön is említette, hogy zavart is okoz sokak számára. Éppen az a kék autó, amelyik előtte a kolléganő megszólalása előtt jött, az például a kellős közepén ment, tehát a körforgalom kellős közepén, hiszen fizikai akadálya nincsen, és ráadásul úgy, hogy balra indexelve. Azért indítottuk egy kicsikét később a felvételt, hogy ne látszódjon az elkövető rendszáma. De valóban nagyon sokan egész egyszerűen azt a bizonyos táblát nem is veszik figyelembe, és fogják magukat, és úgy kanyarodnak be balra, hogy még indexelnek is balra. Beszéljük meg, hogy kell viselkedni a körforgalomba, hogy kell indexelnünk, kiknek van elsőbsége, kinek van elsőbsége. Ugye maga a körforgalom az a forgalom gyorsítását szolgálja. És azért fontos az, hogy tudjuk, hogy ugye mikor behajtunk, akkor nyilván elsőbséget kell adni azoknak a járműveknek, akik bent vannak még a körforgalomban. Viszont ezeknek a járműveknek, járművezetőknek nagyon fontos, hogy tájékoztassák a többi járművezetet arra, hogy mi a következő manőverre, mit szeretne ő menni. Szóval ilyen szempontból nagyon fontos információ annak, aki várakozik, hogy behajtson a körforgalomba, hogy az az autós, vagy az a járművezető irányjelezzen, hogy éppen hol akarja elhagyni a körforgalmat. Ugye nagyon sokszor ezt nem teszik meg, ezzel gyakorlatilag megint csak lassítva a körforgalom dinamikáját, ugye ezzel már tudnánk egy lépést tenni abba az irányba, hogy elérje a célját és a funkcióját. A következő dolog meg szintén megint a toleranciáról szól. Ugye vannak más körforgalmak is, például a Rákóczi-Ferenc úton, ott be is szokott a József Attila Rákóczi-Ferenc utca körforgalom, ott ugye főleg iskolai időszakban reggelente, de ugyanúgy egyébként a délutáni idő is, ott komolyabb torlódás szokott kialakulni. Ott is az a hiba, hogy aki bemennek a körforgalomba, vagy bennállnak a körforgalomba, nem alkalmazzák a cipzár elvet, nem járulnak ahhoz hozzá, hogy más is be tudjon haladni, pedig ezzel a cselekvéssel gyakorlatilag tudnák gyorsítani a közlekedők mozgását, és ezzel nem alakulnának ki a torlódások. Hiszen a körforgalmat egyébként Angliából hoztuk, ott volt a leggyakrabban használt a körforgalom, mert ezzel tudtak a legjobban védekezni az európai zarándokok ellen, hogy körforgalomba engedték be őket, és a kereszteződésekben az elsőbségadási problémát ezzel megpróbáltak kiküszöbölni. Szerintem ez nálunk is működhetne, de valahogy nem vesszük fel a körforgalomnak azt a dinamikáját, amit egyébként tényleg a cipzár elver föl lehetne venni. Tehát elsősége annak van, aki bent van a körforgalomba.
az elsőbségét úgy adja le, amikor jelzi, hogy most pedig el fogja hagyni a körforgalmat, és azok, akik ezt látják, jöhetnek be szabadon a körforgalomba. Illetve akik már bent vannak, de még folytatják tovább az útjukat, a cipzár elven engedhetnék be az embereket. Ehhez viszont eléggé kell figyelnünk egymást kellőképpen, és arról még nem is beszéltünk, hogy ott vannak a gyalogosok is a körforgalom külső ívén. Igaz? Akiknek ugyanúgy elsőbségük van. Uh-huh. Ennek rendje és módja szerint. Nekem már csak egy hozzávetésem lenne, a Gáz utca, Budai út, a Budai út Gáz utca kereszteződés, amit forgalmi rend szempontjából nem egészen értettem, hogy miért alakult úgy, ahogy alakult. Ha megvan esetleg a bejátszást, mikor jöttünk le ide a stúdióba, akkor készült, akkor kérem a kollégákat, hogy indítsák el. Eleve problémát okoz a nagy kereszteződésekben az, hogy a jobbra forduló autókat megfogja a gyalogos forgalom. De ezen a helyen egy újonnan kialakított elzárt terület gondoskodik arról, hogy garantáltan állnia kelljen a gépjármű forgalomnak addig, amíg a gyalogos átmegy a kereszteződésben. Nos, az a bizonyos közlekedéstől elzárt terület, a kereszteződés, hát nem azt mondom, hogy közepében, de azon a helyén, ahol egyébként meg lehetne tennünk azt, hogy befordul az autó jobbra, kisívben, elengedi azt a gyalogost, aki a legközelebb van hozzá, és a távolról még érkező gyalogos nem érkezik oda, és mögötte el tud menni egy vagy kettő autó még, a gyalogosok mögött. El tud menni egy vagy kettő autó még. És ezután, mikor érkeznek a szemből jövő gyalogosok, akkor többi autó megáll, megvárja, amíg átmenek, és utána tovább haladnak. Gyorsítaná a forgalmat, hogyha ez így lenne. Nem tudom, hogy ezen a területen indokolja valami, hogy azt a bizonyos külső sávot lezárják a jobbra kanyarodók elől, és azzal, hogy jobbra nagy ívbe kell kanyarodni, ezzel garantált, hogy a balról is jobbról is érkező gyalogosokat el kell engedni, ott fog állni a forgalom, és még a mögötte levő autók is állni fognak. Igen, azonban ebbe a kereszteződésbe nem feltétlenül kell elkanyarodni jobbra, hiszen több sáv is vezet egyenesen. És akik egyenesen akarnak közlekedni, azok meg tudják ezt tenni. Ugye ott ebbe a kereszteződésben, hogyha ezt a nagyon szűken kanyarodnánk jobbra, akkor viszont nekiütköznénk, mert ott ki van alakítva egy parkoló, gyakorlatilag talán a gyalog átkelőt követő 5 méteren belül, és akkor ott egy újabb probléma keletkezne, hogy be kell sorolni a belső sávba. Nyilván ezt is meg lehetett tenni, viszont nyilván a szakemberek, akik ezt megtervezték, okkal tették meg. A gyalogosok védelme a legfontosabb, hiszen ők, nekik nincsen semmiféle protekciójuk, szóval, hogy egy autó a másfél tonnájával ütközik egy gyalogossal, mindenképpen a gyalogos az, aki meg fog sérülni, ezért nyilván az ő védelmük a legfontosabb. Ez tisztasor egyébként. Én csak arra gondolok, hogy a gyalogost elengedve, ha már mögötte megy, akkor biztonságban már el is ment a gyalogos, viszont van helyük elmenni. Én szerintem utána a besorolás, az már egy egyszerűbb művelet, de akkor már mögöttünk van a gyalogos. Tehát azt a besorolást, az a besorolás már nem zavarná a gyalogosok forgalmát. Lehetséges. Egy forgalomtechnikai kérdés, nyilván a szakemberek ezt jól megtervezték és átgondolták. Én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent azért tanulhattunk ma. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és szeretném azt, hogyha közlekedési szempontból, vagy egyéb szempontokból, rendészeti szempontból is elkezdhetnénk egy sorozatot, amikor havonta egyszer, vagy ahogy ez a rendőrségnek megfelel, találkoznánk itt a stúdióban és a televízió nézők előtt, megbeszélnék dolgokat, megbeszélnék problémát. Én szerintem ez hasznára várik mindenkinek, mindenkünk legalábbis biztos. Nagyon szívesen, természetesen állunk szolgálatukra. Kizze Edvard, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, önökre pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra. Köszönöm, hogy itt lehet.